Idén immár 10. alkalommal adott otthont Soponya a Vadex Mezőföldi ZRT által megrendezett Országos Vadgasztronómiai Fesztiválnak szeptember 3-án. Szeretném első helyen megköszönni Majoros Gábor vezérigazgatónak és a Vadex csapatának, de mindenki másnak, aki szervezéssel, vagy akár jelenlétével, főzéssel, rendezvények lebonyolításával támogatta, hogy ez a fesztivál egy hiánypótló fesztiválként feliratkozzon a legfontosabb természetszerető emberek, vadászemberek, erdészemberek szempontjából az egyik legfontosabb fesztiválra. Óriási öröm számomra, hogy az országban számos hasonló rendezvényt rendeznek ma már, pont a mai napon is, például a Zalaegerszegen. Én úgy gondolom, hogy az az úttörő szerep, az beérett, amit mi felvállaltunk annak idején, és a kitűzött célokat is tudtuk teljesíteni, mert az eredendő cél az tényleg az volt, hogy a vadhús fogyasztásnak egy kultuszt teremtsünk. Az ünnepélyes megnyitót követően természetesen a főzőverseny vette át a főszerepet. 400 kg szarvas combból készült ez az étel, 80 kg hagymát tettünk hozzá. Megmondom őszintén, hogy ilyen nagy bográsba és ilyen nagy mennyiséget sokkal jobb főzni, mint a kicsit. Más az íze, jobb az íze. Több anyag van benne, több olyan nyersanyagot tudunk belőle kihozni, több olyan ízt tudunk belőle kihozni, ami egyébként 1 kg húsból nem lehet. Több mint 350 versenyző szakács méri össze a tudását, és a Bocuse d'Or Akadémia elnöke a zsűri, tehát olimpiai szakácsok értékelik a műveket. Itt olyan ötlet tárház van receptúrákban, ami mindenképpen előre viszi ezt az ágazatot. Remek dolgokat kóstolunk, a vadaknak a legkülönbözőbb elkészítéseit látjuk, gondolatunk vargányával, mustárral, tormával, sima natur házias eredeti recept alapján készülő szarvas pörköltöt, úgyhogy rendkívül izgalmas és nagy kívások elé nézünk, mert több mint 20 ételt kell megkóstolnunk. Az, hogy mit is lehet ezekből a termékekből készíteni, azt a repertoárt növeli mindenki számára. Nem csak egyféleképpen pörköltnek, húslevesnek, hanem egyéb más módokon is, és ezt próbáljuk itt reprezentálni, hogy igen, pörkölten kívül van még tokány is, kis mustáros tokány, ami különlegessé teszi még a vadat is. Persze vannak olyan különleges dolgok, mint a szarvasgerinc vagy az őszgerinc, ami az nagyon fontos, hogy ezt jól készítsük el. De én azt gondolom, hogy egy pörköltnél, vagy egy ragunál, vagy egy levesnél nagyon-nagyon könnyű felhasználni a vadhúst. Picit máshogy kell, mint az eredeti sertés vagy a marhahúst, ahogy hozzá vannak szokva. Sokkal inkább kinyílnak a lehetőségek, hiszen az erdei gombáktól kezdve az áfonyán keresztül, tehát édes gombás, mindenféle irányba lehet vinni. Kakukkfű, rozmarin, babérlevél, boróka, ezer arca van a vadnak. Míg az Európai Unió egyes tagállamai finoman szóval sem számítanak vadászati vadgazdálkodási nagyhatalomnak, mi pedig igen, mégis sokkal több vadhús fogyasztanak hozzánk képest. És ez nem csak egy ilyen lárpullár elképzelés, hanem egy bio prémium minőségű élelmiszerről beszélünk, ami nagyon egészséges. Nagyon sokáig privilégium volt a vadhúshoz hozzájutni. Ezért aztán egy országos erdei delikát üzlethálózat kiépítésébe vágtunk bele 2 évvel ezelőtt. Jelenleg 6 helyen működik, és sorban szeretnénk továbbiakat nyitni, ahol nem csak vadhúshoz lehet hozzájutni a lakosságnak, hanem minden a vadétel, egy jó vadétel elkészítéséhez szükséges dzsem, lekvár, pác, fűszer, különleges gomba keverékeknek a beszerzése is egy helyen megoldható lesz.